Sziasztok, Nyubikkal beszélgetünk a következő percekben. Szia, hogy érezted magad a bulin? Katasztrófa volt. Nem, Isten őriz, nem. Zseniális volt egyébként, és tényleg azt mondom, hogy gratulálok a szervező csapatnak, mert egyrészt a helyszín is zseniális, másrészt a közönség is. Próbáltam oda figyelni az elején, mikor megérkeztünk, hogy milyen zenei stílus irányzat van, ami meghatározó így erre felé, de ahogy észrevettem, azért érzik a fiatalok, hogy mi az, ami most trendi, úgyhogy lehetett bátran játszani, ami kifért a csövön, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon jól éreztem magam. A My Life sikerének köszönhető ugye, hogy ismerté vált a neved a szakmában, illetve az ország szerte. Mik a tervek a továbbiakban? A tervek természetesen az előre haladás, úgyhogy érkezik már a következő, már meg is érkezett mondhatni Berkes Olivérrel a következő közös, úgymond, nótánk, ami most már hál' Istennek a Music FM-en pörög, valószínűleg bekerül majd a többi kisebb, idézőjelben kisebb rádióba és nagyobb városokba, ahonnan már kaptunk jó pár felkérést, illetve kérést, hogy küldjük el, mert tetszik nék oda, úgyhogy ennek nagyon örülünk és köszönjük szépen. Ezen kívül természetesen már dolgozunk a következőn, úgyhogy nincsen megállás tényleg, úgyhogy gőzerővel hajtjuk az egészet, ahogy kell és illik, mert ahogy szokták mondani, hogy amíg forró vagy, amíg meleg, addig kell ütni, csapni a vasat, úgyhogy remélem, hogy legközelebb is találkozhatunk majd itt, és én azt mondom még egyszer, hogy köszönöm, hogy itt lehettem, mert tényleg amikor ide értünk, csak álmodtunk, bálontunk, hogy hova is érkeztünk, mert tényleg egy érdekes, hogy szinte azt mondom, hogy eljöttem az ország másik végéről ide, és jövök egy olyan környezetből, wow, itt ilyen van, úgyhogy itt ilyen van, úgyhogy tessék enni mindig ide bulizni. Kicsit előre ugrottam, ugye már a terveknél járunk, azonban picit nézzünk még vissza, hogy a múltban mi az, ami téged motivált annó, hogy DJ legyél? Hát ez egy érdekes kérdés, mert nekem a lehetőségem adatott meg inkább ahhoz később, hogy DJ lehessek, mert ez már valamikor ilyen általános iskola hatodikos osztályban elindult bennem az, hogy a zene meg ezzel való foglalkozás, mert egy suli rádión keresztül, és tényleg egy ilyen sablon sztorinak hangzik a dolog, de természetesen nem az. Úgyhogy ott már nekiálltam ugye a zene gyűjtögetésnek, még természetesen kazettán. Utána én, ahogy elkezdtem ugye tanulni középiskolában, én onnan mentem külföldre kidolgozni, felszolgálóként dolgoztam egy jó pár évig, és utána 2005 környékén volt egy diszkósúli, amit elvégeztem, és ott határoztam el magamban azt, hogy akkor innentől kezdve tényleg komolyan kell venni a dolgot. Hál' Istennek volt is szerencsém ahhoz, hogy bekerültem egy olyan rezidenciára, ahol én úgy gondolom, hogy a legkeményebb közönséget kaptam meg magamhoz, akikkel azt mondom, hogy megtanultam azt, hogy mi az alázat, mi az, amivel lehet dolgozni ebben a szakmában, mert szerintem nagyon fontos, és ezt tényleg azt mondom, hogy akik DJ-k szeretnének lenni, azok elsősorban erre figyeljenek, hogy a közönségnek zenélünk, nem magunknak. Nyilván ez is egyfajta szórakoztatásmód, hogy idézőjelben önkielégítést végzünk ezzel a módszerrel, de ez azért általában nem válik be, úgyhogy tényleg érdemes odafigyelni és úgy csinálni a bulit, vagy olyan alakítani, hogy a közönség legyen megelégedve, ne csak mi. És én erre azt gondolom, hogy a mai este egy tök jó példa volt, és azzal, hogy mondjuk ezt megtanuljuk, elérjük, ahhoz nagyon sok év tapasztalat kell. Azzal, hogy most valaki elkezdenül mixelni, az egy dolog, tehát azzal nem mondhatja még valaki DJ-nek magát, ahhoz kell. Szerintem egy 3-4-5 év tapasztalat közönség előtt természetesen, akik majd mondjuk megtanítják a DJ-t igazából zenélni. Mindig house zenét játszottál? Igen, ezt mondhatom, igen. Tehát kezdődött így a funk house-szal, utána jöttek a kicsit keményebb vonulatok, és érdekes dolog egyébként visszatérve az első rezidenciára, ami egy after party volt, és azért vicces a dolog, mert úgy mentem le after party-ra zenélni, hogy még életemben sem voltam after party-n. Ellenben viszont nagyon jól sikerült a buli, és másfél évig ott ragadtam. Utána pedig ott, ahol felnőttem a környéken, Széchenyben voltam rezidens, egy egész jó kis klubban. Utána pedig jött Győr, amit most már 6 éve tolok nagyjából, és a tavalyi év közepe körül kezdődött ez az óriási dolog számomra, az, hogy mehettem mindenfelé az országban, és tényleg nagyon sok helyen voltam, nagyon sok fesztivál ebben az évben, és rengeteg helyen, hála Istennek, meg még az év végéig is, március elejéig nagyjából tudom, hogy hová megyek, hála Istennek, tehát így el vannak adva úgymond a dátumaim, de ez kellett az, hogy legyen most például egy saját zene, ami befutott nagyon sok rádióban, és ez jelen pillanatban úgy gondolom, hogy DJ-ként
az, hogy most valaki tud zenélni, vagy hogy zenél, az már nagyon-nagyon elalacsonyodik amellett, hogy mi a produkció lényege, mi az, amitől mondjuk más, vagy több, mint egy másik DJ. Tehát ami mondjuk pluszt ad a közönségnek, hogy na őt azért szeretjük, mert hallgatjuk mondjuk hetente a rádióban, vagy visszahallgatjuk a felvételeit a bulikból, és ezt szeretik mondjuk az emberek, vagy megtetszik nekik, és ez tök jó dolog, hogyha ilyen előzmények által kerülhet el valahová mondjuk valaki zenélni. Téged mi az, ami inspirál továbbra is? Tehát példaképek például, kik azok, akikre felnézel? Sok DJ-t felsorolhatnék, de igazából én azt gondolom, hogy engem ami igazán motivál, az nem a kollégák, hanem inkább a közönség, a buli, maga a feeling, az, amit visszakapok a közönségtől. Ezt szerintem elmondani igazából nagyon nem lehet. Tehát ez ugyanolyan érzés, mint mikor ott állsz a táncszínen, és jól érzed magad, és önfelettel bulizol. Ha ezt a kettőt mondjuk a pultban is tudod ötvözni, az, hogy odafigyelsz a közönséggel, irányítod őket, mert kell irányítani természetesen, és ugyanúgy jól is érzed magad, akkor az viszont maga mennyország, de valamilyen szinten én azt gondolom, hogy ez motivál, nem az, hogy most hasonlítsak valakire. Én sosem akartam úgymond senkit hasonlítani. Mindenkinek meg kell teremtenie a saját stílusát, ami egyébként nem könnyű dolog. Elsősorban tisztában kell lenni mindenkinek önmagával, hogy mire képes, vagy hogyha ezzel tisztában is van és nincs megelégedve önmagával, akkor viszont fejlődni kell. És ehhez kellett nekem is adnó egyébként az, hogy legyen egy saját zeném. Az már csak plusz dolog volt, sőt egy óriási dolog volt, hogy az rádiók által is pörgetett, mondhatni most már sláger lett. Mi az, amit üzennél a mai fiatalságnak? Elsősorban, hogy szerintem egyébként érdekes dolog, tehát így összetett legalábbis a válasz, amit így akarok mondani. Nem biztos, hogy a jelenlegi trendeket kell követni zeneileg. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek legyen meg az egyén és a stílusa, amit szeret. Ugye most nagyon előre haladt ez az EDM stílus. Ezek a stílusok én úgy gondolom, hogy 2-3 év alatt kifutnak. Most jelen pillanatban megint ott tartunk, hogy ez lecsengőben van, úgyhogy legyetek nyitottak a zenére elsősorban. Én úgy gondolom, hogy ez külföldről láttam meg először, amikor elmehettem mondjuk Ibizára, vagy elmehettünk Barcelonába, és láttuk ott szórakozni a közönséget. Arról szólt, hogy bejöttek az emberek, és bementek a táncszínre táncolni. Nem az, hogy oda mentek a pulthoz, leitták magukat, és utána most már akkor mehetünk táncolni, mert jó kedvem. Nem, hanem tényleg azért menjen mindenki szórakozni, mert jó zenéket akar hallgatni. Olyan zenéket, amiket esetleg ismer, vagy olyanokra is, ahogy mondtam is az előbb, legyenek nyitottak, amiket nem ismernek. Mert mondjuk egy adott DJ lehet, hogy egy olyan zenét fog nekik mutatni, amit majd lehet, hogy 2 hónap múlva ugyanúgy meghal esetleg egy rádióban, vagy egy másik DJ-től, vagy épp rátalál a YouTube-on, és azt mondja, hogy de jó. És lehet, hogy már hallottam valahol, de kell valamilyen szinten előre mutatni is nyilván a zenei vonalban. És hogyha ezt meg tudják magukban valósítani, hogy nyitottak a zenére, akkor szerintem sokkal másabb atmoszférát, sokkal másabb feelinget fognak kapni ebben az egész szórakoztató iparban, mondjuk egy olyan bulin, ahol mondjuk esetlegesen nem feltétlenül azt tudnák kihozni a DJ-k magukból, amit akarnak. Tehát ezzel csak arra akarok célozni, hogy vannak például olyan dolgok, játszottam én is szándékosan olyan zenéket ma, amiket nem biztos, hogy ismertek az emberek. De csak azért, hogy egy picit előrefele is mutassunk zeneileg. Ezt illik, meg kell, és lehet, hogy mondjuk így egy picit talán nagyképű hangzik, de egyáltalán nem így gondolom, hanem ez azért jó, mert általában azokra az emberekre, akikre azt mondják, hogy sztár. Én nem érzem magam sztárnak egyébként, de nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Egyrészt visszatérve az előző mondatról, tehát kell az ahhoz hozzá, hogy valaki el tudja ezt adni. Erre nagyon-nagyon sok kollega alkalmas, és nagyon-nagyon sok itthoni DJ is meg tudja ezt oldani, de kell hozzá, idézel mondom, még a mostani közönségnek sajnos az, hogy egy név játssza le ezt a zenét. Tehát egy olyan DJ, akire odafigyelnek. Én úgy gondolom, hogy egy rezidens DJ-re is oda lehet figyelni, hogyha az igényes zenét játszik. Úgyhogy én erre kérek mindenkit, hogy legyen nyitott a zenére. Köszönjük szépen, további sok sikert kívánok! Én köszönöm a lehetőséget, és további jó bulit! Sorsa Noise!